Jó reggelt! Borús idő van, menj cserek is annyian. Kint. Felhőset mond legalább 11 óráig, aztán estére még esőt is mond. Hát nem a legjobb van most. És 21 fok van. Hát még így fürdeni kevés kever, a víz az melegebb. A víz az olyan 27 fokos lehet, 27-28 fokos. Ja, megvan a vizelnek a csatja. Valaki megtalálta, és lerakta oda a párkányra. Úgyhogy nagy volt a boldogság, hogy meglett a csatti. Kértek szépen? Rendben. Milyen, mert a székem az én mindig ilyen. Milyen érdekes, ilyen beagle-szerű kis hegysemle. Hegység. Ez itt több hegyből álló zsömike. Tegnap vettük a konát. Jó reggelt, kapócák! Hallom, ti is fölébredtetek. Ez lesz a reggelim. Mit mondtál, ez göngyölt hús, vagy mi ez? De tök jól néz ki. Na, irányan idő. Igazából csak úszogumit megyünk keresni, meg uborkát. Meg ebből a cukorból, ebből a finom mentolósból is veszünk. Lizának ez jó a köhögésre. Ha ezt bekapja, akkor annak az nem köhög. Úgyhogy nekünk is nagyon ízlik a Lacival, úgyhogy ebből viszünk otthonra is. Ezt itt vettük a Lidlben, úgyhogy meglátjuk, hogy ebédre mit kérnek. Szerintem a bolonyait fogják kőkenni. Jelenleg majd eldöntjük, de legyen uborkánk hozzá, az a lényeg. Meg hát a gyereknek legyen úszogomia, mert ki fog borulni, hogyha csak a úszóval indul be, és hát elkezd búgy-búgyulni, ugye nem tartja fent a vizenek a úszó, fent tartja valamennyire, de úgy, hogy a feje az úgy lebicsaklik, úgyhogy nem tudja mire letámasztani, ismerem már, úgyhogy kell vennünk egy úszógumit neki. Akkor megyek, nyitom a kaput. Majd időm, igen. Na, most persze kinyitott. A kinyitott? Kinyitott a nap, kisütött a nap. Ne adjál! Mindenki elment. De most kisütött. Persze azt mondta, hogy eső lesz. Dél körül, és most dél körül vagyunk. Na? És persze most sétálgra sütanak. Na mindegy, most már menjünk. Na? Indulnak. Na nyíljál, kapu. És miért nem? Ja, mert belementem. Nem jó. Vagy ez mi? Belesételtem és lezárt. Na? Most jó lesz. És vannak ilyen árusok majd itt ebben az utcában már. De nem találnak vízben. Aztán majd akkor majd ide eljönni.
Csak hát ezek nem az olcsóságokról híresek. Kis szupermarketben is van. Jaj, előbb. Itt már vannak. Itt innen a labda is van. Ásók is, mindenféleség van. Szóval szép, hát a befordalom itt szökötte. Megindult itt a nép. Keresik a faját. Dél körül, 3-4 dél van. És itt is van. Érem, hogy ruhák vannak? Megmilyen a kutya, úgy kell, ezért mondtam. Édesemet nem. Öregek már ők. Mindenki hozza a kutyáját. Elképzelően mi is hozod az összes állatokat. Itt jövünk. Megjöttünk. Nem? Hol a ruda? Hol volt? De Lisa hasonló az olaszászra a magyarhoz. Nem megyünk be. Jaj. Ha megint Bécsnél veszed észre, hogy nem kanyarodtál le a lényére. Igen, hogy látod, itt van mindenki. Rossz időben jöttek vásárni. Mi most? Nyilván megjöttünk. Egyel többen vannak, mint amennyit úgy elvissen az én kis lelkem, mert itt olyan dorulat van, itt lehet narancslét készíteni. Csak lépésben tudunk haladni, annyian vannak, ez brutál, mindenki ide jött vásárolni. Mit találtál? Hol cukorkány? Ez olyan, igen. Jó, hozzad. Ilyen lekvárból is valamit nézi, ilyen ananászos akár. Ezek mind sárga barackok. Mind barack. Persze. Arancse. Az nem kell, nem kell arancsos. Vagy menj, vagy keresztül. Hol a cukorkánk? Amit vettünk. Ez volt. Ez. Ebből akkor hozunk kettőt. Viszünk otthonra, hogy még itt pár napra még legyen nekünk is. Na jó van, tehát ez így durva. Na, egy kicsit feljelegeztünk, Laci meg... Ja, mert meg van a cuborka, hozod? Hát, tettek is valami furcsa elcsötésből, meg azt nézegettem. Mondom, addig itt... Csikos. Igen, azt hiszem, de az elég drága. Nem? Ugye azon drága, és ez, amit itt offerte... Az írosabb meg. Hát, igen. Eddig megnézegetjük itt ezeket a szép sonkítókat, ugye? Az igen, elég zsírpaszni. Ezek szépek. Ezek csinosak itt eléggé. Ez például
Mit szólsz ehhez? Szépséges? Mortadella. Ez is szép. Drágai sonka. Mondjuk az ott nem szép. Kis apró mortadella. Micsoda? Ja, kockázatai. Már kicsit kiürültek, elmentek a kasszához. Addig mi itt körben nézegetünk a húspulton. Na, kiszúrtad? Igen. Hú, ez a Kinder Bueno-s milyen lehet? Ez jó lehet? Félek, hogy magyaros, azt én meg nem eszem. Hogy itt? Ilyen otthon is van, mancsőrjánatos, 2 euró. Hát olcsóbb, mint otthon. Otthon 1000 forint körül van a mancsos. De van minyonos. Jó, de cuki minyonos. De cuki. Hozzunk egy minyonos? Nem. Szeretnéd a minyonost? Durika, nézd csak minyonost. Jól van. Na, akkor lett még egy fagyitok. Na, küldetés félig teljesítve talán, de ez is valami nagyon furcsa ubarka. Ez is valami ecetes, de nem mindegy, hogy ilyen porecetes, vagy milyen ecetes. Úgyhogy megpróbálkozunk most ezzel. Úszogumi nem lett sajnos, egyáltalán nem volt úszogumi. Ki azt majd a bazársoron majd nézünk, hogyha kell a meleg, de biztos, hogy fog neki kelleni. 27 fok lett. De most megint borús. Szelőbbot sütött a nap. Na figyelem, hogy... Figyelem, hogy hova jöjjünk. 200 méter múlva. Este. Ez itt a sétáló? Aha. Nem hiszem, hogy olyan kevesen lesznek itt. Most is sétálgatnak 3-4-1-kor, hát még majd este 10-kor. Nem én, ez a restaurant itt. Megéheznek. De szűköske ez itt. A 2 utca tőlünk. 2 utcányira van a sétáló. Na, menjünk ilyennel, gyerekek! Az agyonédest, hol szereztétek azt a kis izékét? Az agyonédi! Megyek, nyitok! Óvatosan, ne dobd! Nézzük, mit lehet megtenni! 75 euró körül fizettünk. Én elmosod adtam a... Azt akarod, hogy például a helye van. Na gyere, nézd, munkám! Jött egy kis cseresznye, ez nagyon finom volt. Megtesszük a Noé-nak az anyja alá. Jó, már nálunk is jött, ugye nézd? Ezt ide betesszük. Jó, fagyi, okos vagy, jó van, hogy ezt vetted ki a kedvenc fagyunk. Ez isteni finom, és nagyon remélem, hogy ilyen otthon is van. Na jó, akkor itt egy kicsit rendezkedni kell, Liza, na várjátok egy picit. Van egy minyanos fagyink, amireket kérték. Vagy férj be, hát akkor ki kell bontsuk. Nem fér rá az túl. Na akkor... Hoppá! Liza! Várj egy picit. Picit türelem, mert itt azt most itt át kell rendezni, ki kell bontsom a fagyikat, mert nem férnek így be. Újságot! Na, sikerült megoldani. Jó, látok. Mutasd. Igen, ezt vettem túró helyett, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a nyokkihoz. Pékáru. Nojának a kedvence, ez a vaníliás. Mondanám, hogy ebből fagyasztunk le, de majd meglátjuk. Jó, sonka. Ez nagyon finom volt, ilyet reggeliztünk ma.
zsemlével és salátával, úgyhogy ez fincsi volt, ilyet még hoztunk. Ez is finom, ilyet vacsoráztunk, ilyen chorizo, kicsit, nem kicsit, eléggé csípős. Jó, most jégsalátát vettünk. Oda lentre, a dinnyére. Akkor a Liza választott magának ilyen pékárút, meg fákot ebéd utára. Jó, mit tudom, szerintem nem kell becsukni. Igen, odébb rakjuk ezt, és akkor berakom. De még itt elbújt egy sajt. Egydámi sajt. Ezek a hűtött áruk voltak. Vettünk még mást is, nem csak ennyi volt, 75 euró. Vettünk még cukorkát. Mert ezt a mentolos satalitának. Jó, ezt tedd a tévé alá be, jó? Akkor kettő ilyen császárzsemlét, és akkor a banán. Még akkor én ide be. Na, egy gyors 10 órai nekik, és akkor, hát egy órakor van náluk 10 órai, és akkor lemegyünk a partra egy olyan órácskára, másfél órára, és akkor jövünk vissza, és csináljuk az ebédet nekik, meg magunknak a cordon bleu-t, sőt, kubivá. Ők meg a maradék bolonyait megeszik, azt mondták. Csak a még pakol a szobájában. Hozod a lapos üvegedet? Oké. Okay. Másik lapos üveget? Van még. Ott is van még kettő tartalékban, úgyhogy elveszne, van neki. Kis kedvence. Na jó van. Fürdőruhavétel, aztán indulás. Én is. Megjöttünk a tárolóba a szekerünkért. Anya húzni fogja. Nem te tolog, Liza. Anya húzza. Ezt a kikavartak innen, utána majd látom. Jó állapotú bringák vannak. Gyertek, ma bácsi is van. Na, indulás van. Te hozod a szőrdeszkádat? Akkor meg a úszógumit. Rendítsák. Húzzuk a szekeret. Az az. Hogy elmegy a nap? Ide az a kezedet. Jaj. Menjél. Menjél. Mert itt a rád. Nem menj egyedül az útra. Húzza meg el. Na gyere, lifmokám, akkor. Erre megyünk, gyere. Könyvek. Szálposó. Na nézzük, hogy mennyien merészkedtek ki ma, mert mindenki a Lidliben volt. Az durva volt. Hát mint egy szombati nap van az érdi Lidl, mondjuk. Brutál sok ember. Na hát itt a hátsó sor relatíve üres. És üres. Nem sokan jöttek ide ebbe a felhősítőbe. Nem valami szép van. Nem? Nem valami jók itt a kilátások most. És a kilátás az jó, csak a fürdőzési kilátásaink. Annyira nem tudik. Na megnézzük, hogy mennyien pancsolnak. Jó, Liza? Mondjuk mi tegnap este 8-kor még fülöttünk a Lizával. Úgyhogy mi szeretjük be. De a víz az meleg. Röviden 28 fokos. Most meg olyan, hát majd a Laci ugye megmondja, mert olyan lát addig a fokmérőig.
Ez elég üreske, nincsenek itt a népek. Hát ugye van ez. Ananász. Ananász. Ó, annak azért bent. Nem bízra megyünk, biztos jövő vagyunk, ugye Liza? Na jó van. Vár. Még vár. Már építkeztek így gyerekek, hát nagyon nem mentek szerintem gyerekek ma be, de ott vannak gyerekekben. Na jó van akkor, hely az itt, azonnal lesz is helyünk, úgy látom. Szerintem tök jó meleg a víz, igen, megnézzük. Csak húzzuk itt a homokban, kicsit nehezebb. Ide le is cuccolunk, ahol este voltunk. Kiterítjük a szennyes. Vedd le a napszemüvegedet, mert szerintem a kalapot se kell. Én magamon hagyom, mi megtaláljatok. De most annyian nincsenek a vízben bent. Itt a mami sapima Primarkból. Tök jól. Rikit, úgyhogy nagyon hamar megtalálnak. Hogyha Lizával elmászkálunk a vízben messze, akkor de jó meleg a homok azért. Caruso? Na, viszont mondok nektek valamit. Ilyen nacit hozatok a kisfiúknak, hogyha ilyen homokos partra jöttek. A Balatont azt nem tudom, ott mi nem voltunk, csak télen nyerünk oda. Szóval, hogy az a fajta nadrág, ami a nacié, ez a bő, ez nem jó kisfiúnak, mert a homokos víz, így kidörzsölte teljesen a combját, úgyhogy nem is akart nagyon bejönni a vízbe, mert annyira csípi neki, ugye kidörzsöli. Tehát ez a jó, ami így viszonylag rátapad, és ilyen anyagból van, ilyen födőruhanyagú. Ilyet mindenképpen ezt tegyétek be. A másik az felsérti a lábukat, ahogy így sikálódik a combjához. Mi szerencsére hoztunk kettő ilyet, meg kettő olyat, úgyhogy kettőt így tudunk neki váltogatni. De hát nem tudtuk. Itt tapasztaltuk ezt itt ki. Mehetünk, gyere! Na de apa tud szörfözni, neki van szörfje. Én ehhez kevés vagy. Ja, hogy a telefont is viszem. Na mindegy, viszem egy darabig, aztán majd kihozzuk. Jó. Pinnárok. Ezt itt túl kell élni, és utána már jó. Na, apa, akkor megtanít szörfözni. Hú, de jó! Jaj! Hogy ellen az ott micsoda? De jó! Ja, zsinó, és akkor húzod a gyereket? Ügyes vagy, nagyon! Faligenk, meg ott van a citromtörcsink. És ott lakunk ebben a lapocsban, ott alul, itt. Könnyen meg lehet találni a daruról az otthonunkat. Itt van a színes, ami mindig ki van világítva. Jaj, de ügyes vagy! Labda, megvan, Liza? Ki kell mennünk a kis lasztiért. Júj, de ügyes! De ügyes vagy! Gyere, hopp, megfogom, gyere masszára! Azaz! De hullámmal szerintem szembe, nem? Így váratlanul nyakon önt.
Tapasztalni kell bele, hogy így ott maradjon. Most a biszkolyán, próbáld meg most a biszkolyán, hogy nagyon ügyes vagy! Felmér vagy, és körbe-körbe vagy. Megvan, Iza? Iza keresi a labdát. Na jól van. Labdázunk? Oké. Okay. Na most mehessük az eső. Ott voltunk bent a tábláknál, és a Noé meg a Laci ott voltak, mi pár méterre tőlük, és akkor ott már esik. Itt tök jó volt. Esőben a tengerben, a tenger az meleg. Azzal nincs gond. Sőt, van aki egyébként most indul befelé. Nincs gond, mert meleg. Ott a két kis ázott veréb. A tenger is annyi, úgyhogy belebújva a tengerbe finom. De akkor megyek is átértünk, hogy esik a tenger, az eső, és mi meg húztunk közben. Ott bent nincsenek már ilyen esőfélek, mondom a Lacinak, hogy menjünk be, ahol nem ilyen szürke. Erik most itt végig szürke nekünk. De lehet odaállni az alá, nem? Miért is ne? Jó, hát azért vizesen a szélben annyira nem kini, de nem is olyan rossz. Gyertek már, bújjunk ide be! Gyertek! Nem hiszem, hogy most jön itt valaki is. Hát, ugyan már, üljetek le! Én nem hiszem, hogy most itt bárki majd kérne ezért pénzt, hogy itt most itt meghúzódjunk az eső elől egy picikén. Gyere, bújj be ide! Hát nincs itt senki. Senki nincs itt. Csücsi, jön alá, vagy ide mellém, gyere! Vagy itt, ügyet le! Hát ahogy szeretnéd, én nem hiszem, hogy most jön valaki, de nem. Ha? Na, nem. Te is dugod, tedd, hogy le, ha szeretnél. Na hát ilyenkor kell lejönni a tengerpartra, amikor nincs tömeg, nem? Nincsenek akadálya. Amíg nem dörög meg, nem villámlik meg semmi ilyesmi, eddig menő, nem? Kicsit most rákezdett. Igaz, Noki? Kicsi nokedli? Milyen volt esőben úszni? Jó, izgalmas? Mindig a esernyőjét kiáltott. A lepedője Dudinak elállni. Meg a citromosunk is elázik. Ja, hát azt mondjuk. Ezt minden nap kimossuk. Mit is mondtál, hány órára várható eső? 6 órára? Hát 2 óra van. Egy idő múlva ez átázik, és jaj, hát már itt még beljebb, jó? Hát jaj, bizony! Jól mondja a gyerek, hogy jaj, jaj! Futás van! Menő! Fogány! Futnak! Jöjjük vissza! Get out of here.
jól néz ki a homokon, ahogy esik. Itt kérdeztél, mi hol van? A fagyis autó? Az a legnagyobb probléma, hogy hol a fagyis autó? Hát... megásznak a fagyik? Előbb-utóbb igen, meg fogunk szerintem is. Ugye nem lakunk messzire. Ott a köszény most nem is homokos, nem mosta. El tudunk ott szaladni. Húzzátok a... na, most a lábhagy. Hol vannak az emberek? Totál üres az egész sor. Van most is ilyen le. 25,3 fok. 160 rebek itt kívül. Van egy csomó vannak. Na nézzük, hol vannak csomóan. Ez meg rajtam van, hogy ne veszítsem el. Érte? Ebből a végül is nem ázott be a homlokon. Az orrom az beázott, a nagy orrom. Apa, az a talicska autó szeretni a vizet? A talicska autó? Ha. Kiszárad, kiszárad. Kiszárad ki? Megszárad majd, meleg lesz előbb-utóbb. Na, a fiúk is itt futnak, mindjárt mögöttünk el ezerrel. Jó! Ez a menő, ilyenkor kancsolni. Valamikor 10 a nap és 298-an vannak így. Egy méteres sugarú körödben. Mit mondtál? A Noé óra megszólalt, akkor menjünk be. Ne, majd itt teszünk. Itt teszünk, és ki hozza nekünk ide? Szóval neki, hogy a 17-es napernyőhöz kérünk egy kéttányér bolonyait. Egy kis meleg leveskét, krútonnal, ugye? Bolonyaival. Jó lenne, mi? Ide hozná. Te is veszel olyan kémleves? Na, most talán eláll. Most akkor el tudunk indulni. Most menjünk, gyerekek, szerintem. Ezt fel kell húzni a taligánkat, ugye? Húzzuk fel most. Jaj. Na, adjad. Mit kell hozzá, te rögtözöd? Valóta kerünk. Busz, gyere, gyere, bejjebb! A biciklig lehet menni, jó? Én is hadd! Nagyon jó! Tök jó!